Csomics Öltésze, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik egy újabb videó sorozattal. Tudom, igen, nagyon sok sorozat megy a csatornán most, de egyszerűen nem tudok elmenni emellett a játék mellett. Ezt a játékot körülbelül 2 évvel ezelőtt próbáltam egyszer, egy rész elejéig, és most 2 év után ránéztem megint, és nagyon durván fejlődött. Dicséretes. Mármint tök jó látni azt, hogy néhány indie játék az tényleg fejlődik, és nem arról szól az egész, hogy összedobnak így egy ilyen nagyon korai hozzáférésű játékot, és nem foglalkoznak vele. Ez a játék konkrétan így content tekintetében szerintem egy ilyen 50-szeresére nőtt. Meg is mutatom például a mapot, amikor 2 évvel ezelőtt próbáltuk, akkor ekkora volt a map, a bejárható terület, most ekkora, és itt van az, ami ugye bejárható volt, most meg viszont van egy ekkora, és rengeteg dolgot lehet csinálni, egy csomófajta munkát lehet csinálni. Viszont annyit el akarok mondani, hogy nekem van egy ilyen konteóm, hogy ezt nem a Mindsummer károsok csinálták, vagy pedig egy olyan ember, aki igazából a Mindsummer kárba megette az összes nyugtatóját, és úgy gondolta, hogy oké, akkor innentől inkább csinálok egy olyan játékot, mint a Mindsummer kár, csak nem kell hozzá egy silinga nyugtató. A silinga egyébként kosár, hogyha nem tudná valaki. Na, aki nem ismeri a játékot, azt annak elmondom, hogy kb. Olyan, mint a Mindsummer kár, autót kell benne szerelned, dolgoznod kell csinálni dolgokat. Fú, nem is. Hogy definiálnám? Leginkább úgy definiálnám, mint hogyha Mindsummer kárt összevontad volna a Car Mechanic szimulátorral. Tényleg. De vágjunk bele a lecsóba, aztán igazából inkább megmutatom, hogy mit lehet benne csinálni, mert de maradjatok itt. Aki például szereti a Mindsummer kárt, az mindenképpen, mert szerintem, na, a Conteo, amiről beszéltem, úristen, azt el akartam mondani. Szóval, az irányítás, az tök Mindsummer kár. Mármint így a tárgyak használata, a járműbe beülés, az előrehajolás, a guggolás, egy csomó minden. De van egy még egy ilyen, a Conteohoz tartozó ilyen elméletem, hogy miért is gondolom azt, hogy ezt nem a Mindsummer kárnak a fejlesztője, vagy fejlesztői csinálták. Ugye a Mindsummer kár az északi vidéken játszódik Finnországban talán, és ennek a játéknak viszont a fejlesztőjének a neve az nem más, mint az, hogy Vikings. Ez is elég furcsa, nem? Hogy pont egy ilyen északi ilyen vidéken játszódik a Mindsummer kár, és utána meg vikingek készítik. Nekem ez olyan gyanús. Na, itt van a garázsunk, meg az autószerelő műhelyünk, konkrétan itt a munkájunk, de viszont ez a miénk. És itt tudod ugye munkákat vállalni, itt tudsz autót szerelni, ha akarsz, de bemegyünk, azt megmutatom, srácok, mert az a legegyszerűbb. Ja, itt van egy kanapé, itt tudunk aludni, itt van egy telefon, itt tudunk munkákat vállalni, autószerelés, meg hasonlók egyébként. Itt van a katalógus, ahonnan tudunk rendelni különböző alkatrészeket, amire szükségünk van. Ez meg egy rádió, amit nem kapcsolok be, mert ordít, mint az őrült. Igen, itt van a műhelyrész, van egy ilyen nagy csápos emelőnk, van egy garázskapunk, meg van egy csomó szerszámunk. És a legelső dolog, amivel most így szembesítenek benneteket, szerintem ez például egy akkora, olyan apró dolog, és mégis egy akkora hatalmas dolog a Mindsummer kárhoz képest, hogy megőrülsz. Hogy történik egy szerszám felvétel a földbe a Mindsummer kárba? Így megmutatom. Lefekszel a földre, fölveszed a szerszámot, fölállsz. Vagy nehezen, igen, jó, oké, megtörtént. Itt úgy történik, hogy lenézel, és fölveszed. Nem kell hozzá legugolni. Hát basszus, nem 5 méter magasak vagyunk, hogy ne tudjunk fölvenni egy szerszámot, nem. Ez például egy akkora könnyítés, hogy ezt nem tudom mondani. Ez például egy akkora iszonyat nagy felülülés. Mert tényleg, mi a töknek kell azzal szenvedtetni a játékost, hogy minden egyes alkalommal le kell bazzá guggolni a rohadt cuccokért. Nem, azt szerintem egy akkora hülyeség. Igen, ez például egy kis flex, amint látjátok. És egyébként van itt valahol, mindjárt mutatom, hogy mik vannak, folyadékok, itt van például elektróda. Igen, mert kell hegeszteni is. Itt vannak flexkorongok, itt is van egy köszörű korong,
Itt van git, mert ugye kell gittelni is, és van, itt van a hegesztő, mert kell hegeszteni is. Azt nem tudom, hogy hogyan, megmondom őszintén, annyira sok mindent nem tudok a játékról. Így tipikus az, hogy Steam-en így benéztem, leírásokat olvasgattam, képeket nézegettem, mert a Steam-en valami videó van, azt megnéztem. Szeretek magamtól rájönni, de azért nagyjából úgy képbe vagyok, mondhatjuk. Hát nagyon nagyjából, így az irányítással meg ilyenekkel. A grafika tök tetszik nekem, kicsit ilyen low poly, de mégis azért annál egy kicsit részletesebb. Még mit akartam mutatni? Na, itt a garázsunk, de viszont még beszéljünk másról is. Szemben van egy benzinkút, ami igazából, ugye egy benzinkút, itt vehetünk ilyen különböző dolgokat, valamire szükségünk van. Ha elveszik szerszám, azt is tudunk benne. Ja, és azt akartam mutatni, hogy nem kell egy komplett rohadt szerszámos készletet, vagy csavar kulcskészletet használnod, ráadásul úgy, hogy nem normálisan vannak megszámozva, nem valósan, és szenvedni kell vele minden egyes csavarnál tényleg más szemekárban. Francia kulcs. Egyet fölveszel és azt használod a csavarozáshoz. Hatalmas ötlet, ez egy játék, nem azért van, hogy kínozzuk az embert szerintem. Igen, itt tudsz folyadékokat venni hozzá. Egyébként van a játékban egy olyan rész is, vagy bekapcsolható feature, hogy szomjas lesz a karakter, meg éhes lesz. Én azt kikapcsoltam, nem akarom, hogy az legyen. Szenvedünk eleget a My Summer Car-ba, nem kell nekünk az. Ja, itt ilyen dolgokat tudunk venni. Megyünk tovább, jó gyerekek? Itt van, ez még hozzá, ha is egyébként lehet fejleszteni, építeni a garázsodhoz, nagyobbra megcsinálni, úgyhogy egy csomó minden van. Itt van egy szemetes kuka, ezt azért mutatom, mert ez is tök jó, mert ebbe beledobsz valamit, akkor eltűnik. Ugye nem bagoltatja, nem számolja fizikáját annak a tárgynak utána a mapon, érted? Jó, tök jó, akármit beledobhatsz. Nem kell beledobod, nem kell utána az engine-nek vele foglalkozni, és ez is... Ez az épület is ehhez kapcsolódik, ahhoz, hogy ne nyírja ki az engine a gépedet. Mert ez arra jó, hogy ide be tudsz rakni bármit. Autót, alkatrészt, bármit. Slotokra. Tehát beraksz mondjuk egy autót, és akkor az mondjuk az egyes szloton van, és hogyha akarod az egyes szlotot nyitod ki, akkor ott van az autó. Kettes szlotra beraksz más autó, akármi. És az azért jó, mert nem szanaszéd vannak az utcaid, és... nem töltődik be addig, amíg nem nyitod ki és nem veszed ki. Tehát az is ugye nem kell számolni a fizikáját az engine-nek, nem kell a gépnek fölöslegesen, folyamatosan számolni különböző dolgokat. Ez szerintem tök jó ötlet, dicséretes, nagyon szuper. Ez is azért van, hogy ugye nem lett volna muszáj megcsinálni a készítőnek, itt szanaszét lehettek volna a tárgyak és akkor folyamatosan bugolt volna meg a fizikát számolta volna tényleg a géped és az nem jó. Oké, menjünk tovább. Következő dolog, ilyen car dealer, mi az? Autókereskedő, használt autókereskedő. Menjünk. Igazából ez akkor töltődik be, amikor így nagyjából közel érsz, mert az autók akkor töltődnek be. És azt hiszem, hogy naponta más kínálata van. Itt tudsz venni autókat, de egyébként csomó helyről tudsz járműveket szerezni. Mindjárt bemegyünk, nem csak autókat, már látod, hogy motort is. Mindjárt bemegyünk, mert azt hiszem, hogy még nem töltődött be egy. Oké. Na, itt vannak ilyen járművek, amiket ugye meg tudnál venni, és tök érdekes, mert ugyanúgy ki tudod nyitni, és nagyon részletesen szétszerelhetőek, tényleg apró darabokra. Sőt, ami nagyon érdekes, van rozsda. De a rozsda olyan, mint annyira van rozsda, hogy ha kifogsz egy olyan járművet, akkor olyan szinten tud rozsdás lenni, hogy nem csak hogy felületi rozsda van, hanem ki van lyukadva, hogy konkrétan így van egy lyuk az autó alján. És igen, van egy lyuk az autó alján. És azt ugye ki kell hegesztened, és ki kell gittelned, meg minden. Egyébként itt egy motor is. Itt van egy merga, de szép a belseje, vörös bőr belső, vagy ilyen sötét barna, egész egyben van, nincsen nagy forpadás, bazen, ez jó drága lehet, mi? Kombi merga, gyerekek, ez tetszik, meg sem merem nézni az árát. Viszont mondjuk, itt azért vannak gondok, motorblokk az egész jó állapotban, szív meg egy-két dolog, meg itt ez a szívósor, ez elég kaki, ahogy látom, de amúgy alapjáraton jó. Az i-betűvel egyébként meg tudod nézni az információkat róla. Ugye látod, hogy a car modell neve Wolf, hát gondolom arra utal, hogy német tűl, vagy nem tudom, ez nem tudom, hogy ide utal. Készítőt kellene megkérdezni. Az a lényeg, hogy
nem licenszeltek a nevek, tehát rendes autók vannak benne, rendes márkák, csak ugye fantázia néven. Ugye vannak, van az eredeti szín, hogy meg most milyen színe van látható, hogy gyári színe van még az autó. Színkódok vannak, színkódok alapján dolgozunk, nem csak úgy találomra. Látni ott van, milyen motorja van, ugye egy 3 literes dízel és egy sor 6-os. A gearbox az nem egy 5 sebességes, differenciál mű az egy 3.8-as, szerintem talán valami áttételezés lehet, nem tudom pontosan. Mennyi kilométer van benne? Hát 698 ezer, szerintem egy 3000 szívó dízelnek az meg se kottyan egyébként. A beltér ugye red leather, tehát vörös bőr. És vannak ilyen különböző ilyen csillagozások, látod, hogy mennyire tiszta, 5-ös, teljesen jó. Mennyire rozsdátlan, 5-ös, nincs, nem eszi a rozsd, tökéletes. A color is egész jó állapotban, az overall condition, az meg, ha jól is állítom, akkor az ilyen motor, meg az ilyen mechanikai dolgok. Látod ott is, látni egyébként, hogy mi az, ami szar, meg mi az, ami nem, meg mi az, ami nagyon szar, úgyhogy ez ilyen jó látni. Igen, ez egy L500-as motor, tiszta, nincs rozsda, a color elég szar, viszont egy overall condition-ja az nem a legjobb, úgyhogy vannak vele problémák. 500 köbcentis, 5 sebességes, teljesen jó. Annyi, igen, ja, vannak itt problémák a váltó környékén, úgy látom, karburátor és kuka. Igen, ezeket meg tudod venni, ha akarod. Ő pedig egyébként, ez egy fantázia jármű, ő nem létező jármű, ő egy Lada kupé. És 5200-ba kerül csak, egy Lada kupé, bármilyen furán is néz ki, igen, ezt szerintem a készítő... Kicsit vannak bajok, de a készítő úgy gondolta, hogy csinál egy ilyet. Ez egy Lada kupé. Nem létezik egyébként a valóságban, de van, a létező Lada modellek is vannak, ugye van Niva is, például meg van, van azt hiszem, hogy 1005-ös Lada, de egyébként van Lada Cabrio is, rengeteg jármű van, mindenféle, nagyon sok fajta jármű van a játékban, amik így közlekednek az utakon, azok nem azok, csak egy ilyen, azok ilyen taxi, meg egy-két dolog. Oké, honnan lehet pénzt szerezni? Várjatok, még nem mentünk el mindenhova. De közben beszélek arról, hogy honnan lehet pénzt szerezni. Lehet azt csinálnod, hogy veszel egy járművet, felújítod, kicserélsz rajta mindent, és talán bízol benne, hogy nagy drágában el tudod adni. Lehet azt csinálni, hogy tudsz vállalni munkákat, és autót szerez, meg rendesen dolgozol. Jönnek a kuncsaftok, dolgozol. Van egy olyan érdekes dolog is a játékban, hogy lehet, hogy nevezik azt? Pajtaleleteket találni. Az úgy működik, hogy válasz egy munkát, mondjuk pizzafutárkodsz, ha jól tudom, és akkor kihordod a pizzát, meg minden az emberek, akik megveszik, azok felajánlhatnak neked egy olyat, hogy mondjuk van nekünk egy pajtánk, megkapod 2000-ért a tartalmát, és te nem tudod, hogy mi van benne, és azt megveszed 2000-ért, és oda el kell menni, kinyitod, és megnézed, mi van benne. Autóalkatrészek, vagy akár egy komplett autó, esetleg egy ritkább, jó autó, vagy egy car autó is lehet benne. Ez így ilyen tök izgalmas szerintem. Ez a valóságban is rohadt izgalmas, lehet a játékban is szerintem tök jó, meg van csinálva. Vannak trélerek, amiket meg tudsz venni, és itt van egy ilyen shop, ilyen alkatrész shop, amiben csodálatos dolgok vannak, gyerekek. Ez mi? Partkatalógus is van, Istenem, nagyon imádom már most ezt a játékot egyébként. Fehér peremes gumi, meg minden. Szerszámokat vehetsz, homokszórás, ugye, sandblaster, az ami ugye arra jó, van külön szent hozzá, nem őrítsd meg, szent. Ugye homokfúhatod, nem muszáj flexelgetned, hogyha le akarsz valamit pucolni, festékspray, flexkorong, fú, matrica, fú, arról, hogy ez tetszik, gyerekek, ez tetszik. Mi ez? Ez mi? Fú, ablakot tudsz fóliázni. Csörlő is van. Nyomtávszélesítő, szelszámos láda, kannák. Egyedi rendszám. Random rendszámot vehetsz,
38, egyedit 2500-ért. Felniket! Nagyon jó. Mengels. Az nem a Mengels felni? Izének van, Homola Zolinak van ilyen a... Volgáján. Fú, nagy izé, nagy merga felnék. Itt van a gyári merga. Itt meg a, olyan, mint a borbettá, de nem borbettá, hanem ez konkáv, ezt tudjátok mi? Fú! SDM. SDM 006-os, azt hiszem, talán. Talán, remélem, hogy jól tudom. Vagy 006, azt hiszem, SDM 006. A, igen, úgyhogy itt például tudsz alkatrész venni, de egyébként a mapon egy csomó el vannak. Boltok, üzletek. Lehet taxizni, nem muszáj neked. Nem muszáj neked. Az mi az ott az épület? Mik azok? Hajók? A baza, egy csomó minden van szerintem. És lehet gondolom lootolgatni, meg találni dolgokat, mert szerintem a képek között úgy láttam, hogy igen. A... Igen, most azon gondolkozok, munkát vállaljunk? Nem, nem vállalunk munkát, akarok még egy-két dolgot. Például... Menjünk el a házhoz. Ugye el tudsz jönni, tök jó, mert nem kell végignézned ugye, hogy ide jön a taxi. Itt a házad, ugye itt is ki tudod alakítani egy kis műhelyedet mondjuk. Tudsz venni szerszámokat, van a polcjaid, itt is el tudsz hézerezgetni. Van házunk ugye, egyébként a mapon ugye látni is ezeket a dolgokat. Most vagyunk itt a háznál, de elmegyünk a junkyardra is, az is egy nagyon izgalmas dolog. Gyerekek, ez a játék, ez így bemutat. Az első részben úgy gondoltam, hogy így bemutatjuk, bemutatom a dolgokat, és akkor utána elkezdünk. Egyébként a ház az majd tök üres. És elkezdünk akkor dolgozni, vagy valamit kitalálunk. Vagy megvárjuk a holnapi napot, és megnézzük, mi lesz a felhozata. Egyébként valami jobb ladád, vagy valami jobb autót szívesen vennék magamnak, mert igazából nincs semmink. Utazni nagyon nem tudunk. Na, viszont menjünk meg egy izgalmas helyre, ami nem lesz más, mint a junkyard, a roncstelep. Ebben ezt bemutatni akarok valamit, a junkyardnak a méretét azt tudod állítani, viszont minél magasabbra állítod, annál tovább tart az a töltési idő, ami most fog jönni. Mert ugye ilyenkor töltődnek be azok az alkatrészek, amik itt vannak. Hogyha ezt felhúzod azt a csíkot, akkor több alkatrészed lesz, viszont megnőhet horribilisen a töltési idő. Igazából akármikor visszajöttsz ide, szóval nem egy nagy gond, hogyha nem, nincs az maxra állítva. Igen, és itt lehet komplett autóroncsokat venni, és alkatrészeket, de tényleg lehet komplett autóroncsokat venni, amiket ha akarod, megint megveszed tök olcsón, és ki tudod pofozni, és azt el tudod adni, abból pénzt csinálhatsz, meg természetesen magadnak is megtarthatod. Ez konkrétan egy tévé? LOL. Van egy tévé. Mik ezek gyerekek? Az egy kárpit? Nem mondod be az, az egy szőlyeg, te Isten. Fú, gyerekek, milyen ülés ez? Ez egy jó ülés, ha? Efe sportodva, hogy milyen ülés? Ez egy ladába való, bazze. Ez egy lada sportülés. Nem mondod, vagy kagyló, vagy mi ez? Ez egy légszűrő? Ez egy légszűrő. Nagyon jó. Az meg egy ablaktekerő mechanika. Akkor most már láthatjátok, mennyire lehet szétszedni az autót, ugye? Ez egy gumi? Szélvédő? Nem mondod, hogy egy gumi a szélvédőhöz. Jó, ez egy állítható rugó. Nem mondod, bazd, mik vannak itt? Csém. Gyerekek, na itt egy flatbed. Meg egy szelepfedél. Ezt találd meg, milyen autóhoz mi kell neked, érted? Ez nagyon komoly. Itt egy flatbed, ez egy Amcsi Verda, jó nagy dög. Benne a V8, a karbi az hiányzik, szelepfedél hiányzik. Minden is hiányzik. És mennyibe kerül egy ilyen? Ugye ebből is 2900, azt megveheted, de hát ez a gatyádra megy, amire. Hallod, nincs meg a íz, nincs műszerfal. És oda ném ekkora lig van rajt. Az ugye, akkor gratulálok. Frédi béni kocsi. Nagyon jó. De egyébként ezt nagyon élem, hogy így gubizhatsz. Differenciálmű. Vagyis igen, differenciálmű. Nagyon hátsó kerekesé. Nyilván. A Wolfé, Mergáé, ugye. Van itt egy. Az igen. Kiáll belőle valami vezeték, Dick. Itt is a V8, de ez még jobban szét van aprítva.
Ebből is ugye megveheted még az alkatrészeket is, bontogathatsz itt. Hát ez egy izé. Ez egy roncstelep. Így gyerekek. Ebben az ülés sincsen. Na, a merga gyerekek. Ott meg van egy niva. Hát ez a merga. Jó, ebben legalább van egy darab ülés. De várjál, mennyi? 4900. Hát clear az nincs, a rust az 3 csillag. Az overall condition az 0 csillag, szerintem ebben nincs motor. De van benne motor, de minek? Mi? Hát itt azért nem találsz nagy kincseket, de szerintem valamikor ki lehet azért fogni. Ő gyerekek, itt azért vannak bajok, na. Tetőkárpit. Le van szakadva, bele van esve. Az komoly dolgok ezek. Ajtó. Ez egy Isten tudja milyen ajtó. Ez Jazzy az a neve. Egy, mi ez? Motor felni. Nagyon beteg egyébként. Nekem, én nagyon élem az ilyen dolgokat. Kicsit engem, régen volt egy ilyen Hot Rod nevű játék, ahol ilyen autókat lehetett építgetni. Azt lehetett gyorsulni, mert itt is például lehet menni gyorsulni. De elfogadnék egy ilyen Charger vagy Challenger, nem is tudom melyik ez. Itt is van egy valami ülés. Ez egy sima. A csádnak az ülése, tudja Isten, hogy milyen, mi az. Itt egy vezérmű, ne, ja, egy vezérmű tengely. Dick? És az? Jó, oké, gyerekek. Ide majd visszatérünk. De lehet, hogy azon gondolkozok, vállalok egy kis munkát. Ez minek a műszerfala? Ez egy ladának a műszerfala. Ez konkrétan egy 1500-ös zsigulinak a műszerfala. Jézus Isten. Autó... Azt a betyár. Autóbuziknak azért ajánlott. Egyébként tudsz venni gyalog is nyilván. De hát azért gratulálok, hogyha én hozzá gyalogolsz. Az mi az? Steve-nek a alkatrészboltja. Jaj, itt vannak izgi dolgok, basszus. Na, menjünk haza. Mármint a garázshoz. Ezt lehet, hogy kéne valami munkát vállalni. Ezt holnap meg megnézzük, mi lesz a kínálat, hát hogyha... Lehet, hogy az jobb... Tudjátok? Mi ez a lag? Lehet, hogy azt kellene csinálni, azon nagyon agyalok. Hogy venni valami járművet, elmenni pizza futizgodni. És a pizza futárkodásnál tudod azt hiszem bemákolni azt, hogy ilyen... ilyen... ugye... pajtaleletet tudsz... csinálni. Úgyhogy lehet, hogy belenézzünk azért a munkákba, hogy azért nézzük ezt is. Radiátor, ugye leírja a kuncsakt, hogy valószínűleg, hogy mi a baj az autónak. Sokszor csak annyit ír le, hogy mitől nem indul. Érted? Most annyit ír, hogy ugye a hűtő az rosszul, rossznak tűnik, és akkor fel tudod venni, vagy tudod skippelni, hát vegyük fel ezt a melót. És te teljesen mindegy. És akkor megnézzük, ugye át, itt van egy rózsaszín Niva. Hát ez egy csodálatos. De jó. Ugye infót tudsz róla nézni, hát eznek az gyári színem van, elvileg. Niva, ugye a Niv, 1.5-ös motor van benne, gearbox, van benne kic, vörös bőr belsővel van, ugye nyélen van, minden jól működik, jump infónál meg 199-ért, ja egyébként lehet dobni is ugye a munkát, ha akarod, ezt be sem viszem szerintem, ez a radiátor, ugye? Csak az a baj, hát fel is kell tölteni utána vízzel. Hogy kell kivennem? Azon ezt meg kéne nézni. Lehet, hogy be kéne járnom a izére, csáposra. Mert ahol van csavar, akkor becumizunk. Úgyhogy bejárunk a csáposra, gyerekek, aztán valamit csinálunk mindjárt. Na, ugye My Summer Car utóérzés, tök ugyanúgy működik minden. Ez is nekem rohadt gyanús. Én nekem van egy ilyen konteóm, hogy ez vagy a My Summer Car-os gyerek csinálta, vagy pedig egy olyan ember, aki megunta a My Summer Car-os gyereknek a hülyeségeit. Nem betulatok rá. Ók a fényadások, tetszik egyébként, jó a játék. Nem tudom, biztos Unity Engine vagy valami ilyesmivel készült, de figyelj, tök mindegy mivel készült, hogyha... Hogyha jónak, jó lesz. Kézifék. Nivának bal oldalon van a gyújtás kapcsolója?
Nem úgy van, mint a Nezerke csillagának, hogy levág izé egyből kettő. Hát ez jobbra álltam. Ez egy kicsit rövidebb ez az autó, mint amire számítottam. De hülye voltam. Várjál, hova, akkor a középpontja? Az oszlopnak akkor itt kell lennie. Jó. Bocsánat, gyerekek. Hát ezt elnéztem. Ja, ez egy kicsit úgy gondoltam, hogy egy kicsit egy nyugodtabb gameplay be akarom ezt működtetni, ezt a játékot. Hogy nem ilyen bolondok háza legyen. Mert szerintem ennek azért kell egy kicsi alapvető komolyság. Úgy. Ez behúz. Kikapcsol. Úgy. Kiférek? Egyből leverem a föstést. Na, és akkor elvileg az úgy működik, hogy ezt így be tudod hajtani. Meg még ráadásul, ha akarnád, akkor ki is tudod húzni. Mármint így a csápjait így tudod. Hát tudod, mind a valóságban basszus. Valaki látott ilyet, az vágja, hogy hogy működik. Hogy? Hogy alatta van mindenhol. Fölemeljük, megnézzük, hogy a... Itt látok két csavart. Ott. De lehet, hogy ahol is van. Meg hát a vízcsöveket le kell húzingálnom. Meg hát akkor tölthetem fel futtő folyadékkal. Az egy nagy biznisz lesz. Ó, te Isten. De hát azt radiátort mondja, hogy szar, ugye? Hát mondjuk ott az ki is folyt. Ott a hűtő folyadék, látod? Ez de durva, ez tök jó. Na nézzük, hol van a... Na, itt a kulcsunk. És ugye ez úgy van, hogy tudsz váltani, hogy meghúzni, lazítani. Szóval nem kell kénylódnod. Nem csak annyit kell egyébként, hogy kattintasz egyet. Tik. Tik. Várjál. Hoppá, ez ki is jött. Jaj, de jó, akkor nem kell... Ó, hát ez nagyon cool volt. Akkor két csavar. Hát nem, na, hát ez szar. Ott van, hogy mi radiátor, Lada, Lada kupéhez és Nivához való. Oké. Okay. Egyébként ma azt hiszem, hogy van valami vastelep, vagy valami olyasmi. Ez mi? Ez mi a tököm? Hát ez nem tudom mi, ez hirtelen. Ahol a régi alkatrészeket megveszik, vagy ilyen vasokat le tudsz adni, úgyhogy azt elrakom. Aztán majd egyszer elvisszük, ha úgy van. Na, akkor radiátor kellene Ladához. Ladhoz. Vagy Nivához. Nivhoz is jó. És akkor... Rad. Itt van, 63-ba kerül. Meg is vagyunk. És ugye... Te várjál, a csövek hova tűntek? Nincsenek meg a csövek. A csöveket le kell mókolni, akkor úgy látom. Jó, meg jó, hogy nem dobtam el. Na, ez meg... Úgy. De valószínűleg föl is kell töltenem, nem? Hát ezt megmondom őszintén, nem tudom. És ugye át kell állítanod feszítésre. És ennyi. Oké. Okay. A csöveket le kell arról kaparnom. Hát ez fasza. De nem gondoltam. És ez mi? Csavarhúzó? Na mi a tököm? Nem, ez nem csavarhúzó, ez izé. Ez kulcs. Hova tettem a kulcsot? Valami... Nem stimmel. Remélem, hogy meg tudjuk ezt oldani. Gyerekek, itt valami... Hogy kell leszedni ezeket a csöveket? Vagy ezek a csövek is kukák ilyenkor? Azt nem mondják, bazzem, mert akkor megőrülök. Várjál, nézzük egy infót. Job info. Jaj, folyadék is hiányzik, ja. Meg valamilyen alkatrészek hiányoznak, azt mondja. Ezt most meg vagyok lőve. Ezt milyen sorrendben kellett volna leszedni. Ja, bizony, előre vagyok hajolva. Ezt hogy kell ezt leszedni? Jó, a kupakot azt megtaláltam. Milyen szerszámmal kell? Ez mire jó? Ez a valami?
Ugye megnézzük, hogy nem ezzel valamit kell működni. Hülye voltam, hogy először a csöveket kellett volna leszednem. Valahogy. Figyelj, csavarhúzóval se, meg semmivel. Hát lehet, hogy újat kell bazza abból is. Hát akkor ez nem lesz nagy üzlet. Mindjárt. Ez az engine, ugye? Engine-hoz tartozik? Nincs olyan, hogy cooler vagy valami ilyesmi. Ugye beütöm, hogy pipe. Turbócső! Úristen! Lehet turbósítani a zsigát. Várjál, mindjárt meg beütöm, hogy... Ez valami pipe. Nem, nincsen. Cooler. Nincsen. Radiátor nincs. Hogy az anyád valagával lehet ezt lebomókolni? Figyeljétek meg, az van, hogy elcsesztem a sorrendet. Mert itt az asztalnál már ezt nem nagyon akarja engedni. Hű, figyeld! Benn volt a fűtőfolyadék. Fót ki belőle. Most ezt visszapattintsam. És tudom, gondolkodok, visszapattintom, és akkor a csöveket megpróbálom leszedni először. Lehet, hogy hülye voltam, és a csöveket nem szedtem le. Na hol van most a küzém? Hol van a kulcsom? Szóval tette hülye. Kivittem magammal. Hol raktam a izét? Francia kulcsot? Nehogy meg... Na jó. Nehogy újat kelljen mennem. Na kiveszem ezt a szart. Kivettem inkább, és azt csinálom, hogy ezt én visszarakom. És ott van benne a hűtőfolyadék, úgyhogy lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy ezt visszacsavarom. És lehet, hogy át tudnám tölteni, nem? Mindjárt kiderül. Oké. Elnézést. Ezt visszateszem, hallod? Visszacsavarozom. És megpróbálom leszedni a csöveket. Na nézzük, hogy ez, a csöveket hogy lehetne leszedni. Aha, azt kellett volna, figyeled? És a izőben már nem engedte. Most meg eldobtam a kulcsot. Nem engedte, amikor már le volt véve. Jó, hát ezekre rá kell jönni. Bocsi, hogy itt töki van. Tökörész is, de próbálkozik a keeper ezzel. Azt a betyár. És ilyen csövet nem is lehetett venni, vagy pedig én voltam béna. Ki is esett a cső helyéről, jó van. Jó, az az egy csavar fogta. Alul is van egy cső elvileg. Találd meg, hogy hol van a izéje. Pixelvadászod. Oké. Okay. Így most már jó lesz. Így most már jó lesz. Megpróbáljuk áttölteni. De ez nem egy nagy üzlet így. Én legalábbis nem érzem azt olyan nagy biznisznek. Hogy a 100 valamennyi érítens emberek. Jó egyébként, hogyha már az ember kitanulja, tudod hogy kell, akkor ugye gyorsabban megy, nem ilyen béna vagy, mint én. Meg hát ugye én sem ilyen béna lennék másokat szorra. Ezt ide. 10 éve kellett volna játszani, ugye sose játszottam már egy Car Mechanic Simulatorral. Miért a cső?
Super. Ez az irányítási modell, ez viszont full. Full My Summer Car. És akkor még egy cső. Megpróbálom áttölteni azt a folyadékot. De hát ott valószínűleg kifolyik alul, de hát érdekes. Vagy így működik. Jó, ez megvan. Meg kéne venni a tetejét. Egy kis rozsda eltávolítás, meg egy kis hegesztés, az tök érdekes lehet. Hája. Oké, ezt elveszítsük, mert ezek a ilyen pici szarra alkatrészek. Hol van a másik cooler? Ebben nem tudom, hogy tudok-e átönteni. Lehet, hogy vennem kell, de azt is vennem kell, hát az már mérje meg, bazdmeg. Megpróbálkozunk ezzel. Jaj, ne folyj ki, ne folyj ki, ne, pont azt akartam, hogy ne folyjon ki. Érdekes, mert az alján is ki kéne, hogy folyjon, nem nagyon értem, hogy ez hogy működik így. Na bazze. Jaj, testvérem az orba! Ez nem nagyon működik, nem? Elvileg szerintem így kell belementeni, de hát ez nem nagyon működik. Jó, hát ebből kifogyott. Legalább nincs rá gond. Így. Ezt is ide teszem. Megnézzük, hogy milyen az infója. Mit szemben a keeper, bazze? Nincs ebben folyadék. Hogy rohadjon meg, hát többet én ilyet nem cserélek, hát nem éri meg. Van nekem azt, ami fűtő folyadékom. Aha. Ez megint hogy működik vajon? Ez csak annyi, hogy így megfogjuk. Szerintem. Hát nem így van. Aha! Ez rendesen meg kell... Aha! Oké, most tölti. Írja, hogy feeling. Filing, nem tudom, hogy mondják. Ez egy kém volt megcsinálni, ez komolyan. Egy kénlódás. Mennyi kell bele? Remélem egy elég, hallod? Megőrülök, ha nem. Fogyálló. De mi van? Benyeli az egészet? 4 litert? Mennyi kell egy nivába hűtőfolyadék, gyerekek? Be fogja nyerni az összeset. De jó. Mennyibe kerül egy így? Egy ilyen. Hallod, ez szerintem többbe került a leves, mint a hús. Ez nekem nem volt egy nagy üzlet. Ugye megnézzük, hogy ível mit mond. Jaj, de jó. 199 total, hát egy csomót elcsesztünk. Jó, mondjuk így körülbelül 100-zal van több pénzünk. Megnézzük még egy melót. De ez nekem annyira nem jön be. Na mi? Meg tudod a rozsdát javítani? Ne haragudjál, de most nincs kedvem hegezgetni. Nem tiszta a szélvédőm, jó. Valami nem működik a kormányzással. Ez nem lehet rossz. A cső valami, ugye cső az, nem? A nem néz ki jól a hűtőnél. Le tudnád festeni az én autómat? Nem tudom. Ez a kormányzással valami nem működik, ez tök érdekelne. Lehet, hogy egy kormányművel kell valamit csinálni. Oké. Okay. Izé vagyok, arra vagyok kíváncsi, adjon már be egy érdekeset.
Nem tudom elindítani az autómat. Hát gondolom önindító lesz egyébként. De lehet aksi is. Valami nem jó a kormányzás sem. Vállaljunk be egy ilyet. Lehet, hogy be fogunk szívni. Mennyi pénzt ad érte? 435-öt. Nézzük, maximum eldobjuk. Azt a betyár, gyerekek. Az már igen. Na nézzünk rá vajon. Hát ez biztos, hogy fel kell padolni. Mert alulról meg kéne sosolni. Na ez, erre, ez érdekel. Rájárunk csáposra, azt megnézzük. Kormány művel valami nem tetszik neki, azt mondja. Lehet, hogy megyünk egy próbakört, hogy mégis mi. Ez gyönyörű ez az autó. Fú, ez a szín nem is rossz, ja. Hát ebből sokat nem látunk így. És így mindenképp megy a... Megy a padra. Elvileg őneki itt van a... Kézifék. Nyújtás. Nyomunk egy tolatást. Hát a... Izében nincsen probléma az erővel. Olyat ugrik, mint a hortilova. Nem tudom, ennek hol lehet a középpontja ennek a kocsira. Kb. Megint ilyen ajtónál. Kézifék. Úgy. Úgy. Festéket leverjük, nem számít. Jaj, még jó, el is találtam. Szerintem kávé jó. Oké, hajtsuk alá. Kicsit kihúzom. Ez jó lesz. Megnézzük, hogy mi van a kormányzással, milyen problémája van. A kormány művel lehet, hogy el van durranva valami benne. Ugye ez is tök érdekes, mert valamikor nem tudja, nem mondja meg pontosan, hogy neked mit kell megcsinálnod. Csak így, hogy nem jó a kormányzás. Saját autóban szívesebben csinálgatnám, kíváncsi lennék, hogy milyen. Na, mi van itt a kormányzással? Nézzük. Itt nem látok semmit, ami rossz lenne. Szóval érdekes. Futóműben minden. Fosza. Kormány összekötő. Tök jó. A gyerekek, ezzel mi lesz ezzel a baj? Mi lesz ezzel a baj ezzel a kocsival? Ott jön a kormány, rúd le. Pedig a izé, ugye, az kormányzás jelent. Bár aztán lehet, hogy a futóműben van valamilyen szarva, nem? Vagy irányíthatóság a handling, ugye? Nem is a kormányzás, hanem a irányíthatóság. Itt is minden szép. Úgy gyerekek, itt most egy kicsit meg van lőve a keeper. Mi lehet a baj? Ó, megvan gyerekek, oda nézzé. Megvan, ott van egy ilyen stabrud. Ez a stabrud, ez lesz a baj. Most kinyitottam a motorháztetőt közben innen, érdekes módon. De ez a stabrud, ez le van rottyamba, elég rendesen. De ez hogy van rögzítve? Itt van egy csavar. Itt van egy csavar, meg átmegy. Itt van egy csavar. Jó, azt a csavart kicsavarjuk. Ja, az a stabrud le van rottyalva. Úgyhogy lehet, hogy csak annyi baj van. Mindjárt megnézzük. Hát mondjuk azt innen kiszedni. Ezt nem tudom, hogy még itt mi foghatja. Igazából átmegy ezen az egészen, nem? Azt mi fogja még? Nincs ahol. Le kell bontanom nekem ezt a...
Ez nem is az? De, ott átmegy. Úgy gyerekek, megvan lőve a keeper. Ezt tuti, adnak a vége. De hogy a tökönbe, mi van még? Mit kell még lebontani? Átmegy ezen. De ez nehogy már le kelljen szednem ezt a dolgot innen. Most onnan kiesett egy anya. Azt ki tud esni? Meg hova tűnt a csavarkulcsom? Hú, gyerekek, én ezt eldobom, azt a munkát szerintem. Mert megmondom őszintén, inkább lehet, hogy azt csinálnám, hogy... Ha bondolom, akkor mi van ilyenkor? Mond le valami pénzt. Legalább ezt is kiderítjük. Nem mond le pénzt. A csavarkulcs megoldom. Jaj, de vagy a francia kulcs. Jó, hát ezt eldobtam. Ne haragudjatok, de inkább meg kéne próbálnom. Nem akarom húzni az időt, hanem nézzünk magunknak valami verdát. És elmegyünk pizza futár. Nem ilyen izé, ilyen piszlicsári 100 eurós. Mi történt? Hány óra? Jót mutatja. 19.52. Na, holnapig aludjunk. Mennyit pörget? Aha, 4 órát. Reggel 7 van. Szuper. Ja, ne ilyen 100 dollárokat keressünk, hanem valami nagyobbat. Kellene egy verd, amivel pizza futárkodhatunk. Amelyik nem kotlik le, azért meg ki tudjuk fizetni. 10 000. És abból pénz is jön. Mi van, be van zárva? Ó, hát ez még zárva van. Pörgessük az időt. Ja, inkább valami komolyabb dolgot szeretnék csinálni. Jók ezek a munkák, meg biztos vannak jó fizetők is. Majd meg is írjátok, gondolom. Mert csak tudjátok, mert vágjátok. Nyitva van, nézzük milyen autót. Valami jó lerád, vagy valami, nem tudom, valami olcsó mergogát, vagy valamit dobhatna. Szurkoljatok velem együtt. Azt elmegyünk akkor pizza futiskodni. Aztán valami, talán találunk valami garázs lehetet. Ott vannak a ott talad a gyerekek. Ott az 1000 kecsi. Jaj, nem, 1005-ös. Itt meg ide is dob valamit. Ah, még egy lada, oda nézi, bassze. Megfogtuk az Isten lávát, oda né. Oda né az 1005-ösök, meg a merga. De azért ránézek erre a mergára mennyi. 22 000, remélem az egyik lada kijön 10 000-ből. 7400. Az a rohadt életbe, szó szerint rohadt élet. 7500, ez mennyi? 5000. Nézzük, várják, clean az tiszta, rust az nem is olyan rossz a rust egyébként. Color és az overall conditionje csak 3-as. 1.5-ös motorral. 1.5-ös motorral, ugyanaz szinte, tök ugyanaz szinte. A rustja 4-es, ennek a rustja 4-es. Szerintem megveszem az olcsóbb a gyerekek. Majdnem ugyanaz minden. A motor, megnézzük, belenézek a motortérbe. Aha, a szelefedél szal, a motor tömb az jó. Leömlő jó. Ott van valami. Lengőkar, vagy mi az? Ott nagyon kaki. Az alja a szar. Beltér fos. Ez az ülés jó. Nem is érdekel, hogy nem jó. Ugye megnézzük ennek a motorját. Ennek is jó a motor tömb. Itt a izé, már gondok vannak, kormányművel. Hát nem tudom, gyerekek, ezt kéket vinném. Olcsóbb is. Ez tök jó, nekem ez bejövős. Tetszik ez a kék, gyerekek. Piros belsővel. Ez jó lesz. Ezt árfújjuk meg minden. Egyébként tök nem zavar, hogy ilyen kotla. Ez tök ilyen ez autentikus. Ízét le kell róla venni a lökös meg van gyűrődve. Nincs ez meggyűrődve ennek az eleje? Kicsit olyan furi. Csak a lökös van meggyűrődve, ugye remélem. Hát az illesztéseken... Jó, azt a lököst lekapjuk róla. Ez jobb állapotú van. Jó lesz ez, srácok, nekem ez kell. 5000-ért már visszük is. Úgy van. Így lapos a gumi viszont. Ide hozzam a pumpát, vagy eljárjak vele?
Gyorsan idehozom a pumpát. Egyébként az autóidat ugye tudod vontattatni akárhova, 100-ért, 100 dodóért, de nem. Idehozom a pumpát, felpumpálom a izét. Várd át, aztán már megyünk is. Volt pumpám, ugye? Majd jó, nem fárad el a karakter, meg nem kell ennie, meg ilyen hülyeségek. Ugye fújunk a kerékbe, aztán megküldjük egy kicsit mindjárt. Megnézzük, nem melegszik a motor. Hőfok jó-e, ilyesmi. Hogy azért hosszabb távra tudjak vele menni. Szelep. Mindjárt jobban, jobb kiállása lesz a gépnek. Mi? Ebbe kell fújni? Nem, ez jó. Jó, a kicsit rozsdamarja nem ragyog. Magyar gyerek vagyok téma van. Igen, elindítjuk, meg el sem indítottuk, mert lehet, hogy még azzal lesz a probléma. Mit tudom én, nem jó jár a motorja, vagy ilyen hülyeségek van, lehetnek. Na jó ez. Gyerekek, jó. Hát az izé, ülj a légszűrőház is. Egyébként figyeljetek, ez nem nagy költség lenne szerintem ezt össze megcsinálni, nem? Itt ez a cső is szar, úgyhogy lehet, hogy a hűtésünk szar lesz. Ott meg konkrétan folyik a izé a hűtőfolyadék. De ilyen brutálul. Hallod? Ömlik belőle a hűtőfolyadék. Azt a betyár, azért vannak bajok. Lehet, hogy ezzel nem kéne neki indulni még. Össze kéne egy kicsit kalapálni maradék pénzünkből, én azt mondom. Kicsit jump meg... A PMP-re megcsinálni. Na jó ez. Meg ott kifúj. Kifúj a kipufogó rendszer, itt jön be a füst, jó. Alakulnak a dolgok. Hőfok. Hőfok eddig még jó, meg kéne hajtani egy picit. Mégis mire számítsunk. Na meg húz a kormány balra. Balra húz konkrétan. Folyamatosan korrigálni kell. Nem jó kormánymű. Szar. Meg szerintem meg van gyűrődve a motorháztető. Balra kanyarodik a verda. Fú, bazom, milyen a... Izé. Milyen a tetőkárpit, azt néztem, srácok. Brutális. Mint a... Belehánytak volna ebbe a kocsiba. Hogy néz ki az autó? Ott is, úr is. Jézusom, most nézem, hát az milyen ez a gép. Ajtókárpit is fos. Fú. Vannak itt bajok. Mennyire ment fel a vízünk? Jó, felére ment fel. Hát ez szar. Jó, hát itt meg van gyűrődve, nem véletlenül olyan hülyén. Mi van? Nincs meg az egyik izé. Lámpecska, másik is ki van törve. Ó, te fiú. Ez eléggé elkapkodott vétel volt, nem? Kipufogó. Gatya. Hát ezt szerintem föl kéne padolni, azt következő részben megcsinálni, nem? Azt elmegyünk izé pizzafutiskodni bele. Leginkább szerintem a izét kéne megcsinálni, hogy a hűtőből nem emeljen a hűtőfolyadék. A
Meg a kormányművel kéne valamit kezdeni, mert az nagyon gatya, nem lehet irányítani. Légszűrő gondolom, az is gatya. Meg lehet, hogy ki kéne pakolni egyébként, azon gondolkoztam, lehet ki kéne pakolni a belsejét. Hogy minek nekünk beleülés, meg ilyen hülyeségek, tudod? Kicsit így izé... Jampicsra megcsinálni az öröcsit. Na jó van gyerekek, szerintem akkor izé van. Következő részben várlak benneteket, a tippeket nyomjátok nyugodtan. Sőt, meg is köszönöm. Baszik, az is ki van törve. Indexem is. Ez is bazzak. Ó, de jó, hogy tök jó, hogy egyébként be lehet látni. Úristen, hát csodálkozol, baze? Csodálkozol, hogy húzza izé kormány. Hát nyíl rosda az egész futómű. Ültetőrugó kéne, gyerekek. Meg nagy felni, meg minden. Minden is kéne ide. Meg lekapjuk a izéket, a lökhárítókat. Lökhárító nem kell egy ilyen autóra. Vezérgép lesz ez. Széles gumi. Izé kéne szélesített lemez felni, láttam volt ott. Ezek a rozsda föltök, ezek meg ilyen rusztikus egy kicsit. Rozsda az nem zavar egyébként, egy cseppet se. Na, köszi szépen a figyelmet. Következő részben várlak benneteket, szervusztok!